Tisztelt képviselőtársaim, folytassuk munkánkat, mert rengeteg tennivalónk van még a mai napon. Elfogadott napirendjeink sorában következik a kettes számú előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről. Ez egy olyan tartalom, ami minden évben előttünk van, és igyekszünk a következő évek előre tekinteni bizonyos tartalmak vonatkozásában, tehát kalkulált, illetve a pillanatnyi információk alapján látható számadatok kerültek be ebben a táblázatba, ami a előterjesztés hátoldalán található. Ezzel kapcsolatosan kimenne valaki. Pénzügyi Ügyeleti Bizottság tárgyalta és véleményformált. Ez ügyben kérdezem a bizottság elnökét, Varga Zoltán urat, bizottsági állásfoglalásról parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármesterünk, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, tehát pénzügyi Ügyeleti Bizottság javasolja elfogadásra. Kíván-e valaki kérdezni? Nem látok kérdezni, hogy kívánja valaki véleményezni a leírtakat, illetve a javaslatot. Balázs Sándor véleményezik, kíván, parancsoljon. A kérdéseknél megnyúltam, csak túl lassú. Pedig néztem sokáig, na mindegy. Hát már mindig ezt csinálom. 11 másodperc végén, ahogy szokott lenni, akkor nem nézek oda is. Parancsoljon a kérdéseket. De lehet véleménybe is megfogalmazom. De nyugodtan tessék mondani egy kérdés is, nem a véleményt is. Én véleményem szerint akkor nem kérdés lesz. Úgy látom, hogy az idei adóbevételeknek a betervezése, az hogy is mondjam, enyhén optimális, az elkövetkezendő éveknek a adó betervezése, az pedig reálisnak tűnik. Tehát én ebből csak azt a következtetést mondtam le, hogy most egy egész optimális évet fogunk megkezdeni 2022-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól értem, az enyhén optimális jelzőt, akkor ez egy pozitív jelző. A következő években reálist említett, nyilvánvalóan, hogy mondtam, tervezett. Igyekszünk a rendelkezésre információk alapján optimistán tervezni, de ez az optimizmus az maradjon a realitása keretein belül. Ahogy mondtam, a pénzügyi bizottság támogatta ezen tartalmakat. Nem látok további kezdeményezést, véleményformálásra. Szavazás helyzetben vagyunk, legyenek kedvesek állásfoglalni a megfelelő gomb lenyomásával. Képviselőtestületünk állásfoglalása, 9 igen, 2 tartózkodás, nem, szavazat nem volt. Támogatás nyert az előterjesztés tartalma. Soron következik előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetés rendeletének jóváhagyásáról, amihez kapcsolódóan majd közmeghallás is párosul. Engedjék meg, hogy rövid bevezetőt tegyek a költségvetés tervezés folyamatáról. Ahogy a előzőekben is elhangzott már, illetve az előző hetek történéséből mindenki következtetett arra, egy sok lépcsős összetett, a legapróbb részletekig kiterjedt tervezési folyamat fontos pontjához értünk, amikor is a tisztelt képviselőtestület elé került ez a szakanyag. Ahogy korábban elhangzott, február 15-e minden esetben a jogszabály szerinti benyújtási határidő, és megismétlem, hogy február 14-én kiküldtük elsőkörös bizottsági véleményezésre ezen anyagokat. A bizottságok első körben összeönt ülés keretében véleményezték, majd az elmúlt napokban valamennyi bizottság megtárgyalta. Bocsánat, előzetesen még hadd mondjam, hogy a előkészítő munka során valamennyi társintézményünkkel, gazdasági társaságunkkal külön-külön egyeztetés folyt a tartalmakról, nyilván szinkronban a intézmények, illetve a gazdasági társaságok költségvetésével. Ezek a egyeztetések megtörténtek, és ahogy mondtam, a munkaanyagok több körben kerültek tárgyalásra. Maga előterjesztés, akár a tartalomjegyzékből látni, hogy igen, nagy kiterjedésű, 26 oldalas szöveges magyarázattal és 1-től 14-ig terjedő mellékletekkel
számszerű tartalmakkal került összeállításra. Engedjék meg, hogy megköszönjem elsősorban a Városgazdálkodási Iroda vezetőjének, munkatársainak, jegyzőnek és valamennyi munkatársunknak, más irodák munkatársainak, akik saját területünk aktualitásával hozzájárult ahhoz, hogy ez az előterjesztés ilyen formában összeállításra kerülhetett, ahogy mondtam, alapos részletekben menő és hosszú munkafolyamat fontos pontjához értünk. Ahogy mondtam, bizottságok két körben tárgyalhatták, előtte több körben belső egyeztetés folyt. Én, amióta képviselő vagyok, én már 18 éve ennél részletesebb előkészítő folyamatot nem tapasztaltam. Bízom benne, hogy ez a minden apró részletre kiterjedő előkészítési folyamat eredménnyel fog járni. Ahogy említettem, valamennyi bizottság tárgyalta, engedjék meg, hogy sorban kérdezem a bizottság vezetőket a bizottsági állásfoglalásokról. Időrendi sorrendben kérdezem Köznevelési, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság állásfoglalásáról a bizottság vezetői Ferencik György úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztést megtárgyalt a bizottságunk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szociális és Egészségi Bizottság vezetője nincs jelen, de a bizottság két körben tárgyalta az előterjesztést, és engedjék meg, hogy kérjem Rászlényegedés van a bizottsági tagtársamat, bocsánat, bizottsági tagot, legyen kedves ismertetni a Szociális Egészségi Bizottság álláspontját. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasoljuk mindannyian. Köszönöm. A Városfejlesztési Közvetlenül és Mezőségi Bizottság szintén két körben tárgyalta. Horváth Ádám bizottságvezetőt kérem, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Városfejlesztési Bizottság hosszasan tárgyalta a költségvetési rendelet tervezetet, és hát új körülmények ismerté válása miatt egy módosító javaslat is született, amely arról szólt, hogy a tanúszolgálathoz szükséges infrastruktúra feladatról 12,5 millió forint összegű előirányzat kerülne átcsoportosításra a Kossuth utca 26 számú háziorvosi rendelő felújítására. Ezzel a módosító javaslattal együtt támogatta a költségvetés rendelet elfogadását a bizottság. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tehát egy módosítvány volt, a többi tartalmat támogatták, ez volt a konkrét megfogalmazás. Köszönöm szépen! Pénzügyi bizottság elnökét kérem, ismertesse a bizottság állásfoglalását, Varga Zoltán bizottság elnökével szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ahogy polgármester úr is mondta, két körben tárgyalta a bizottság, és a megtett észrevételeket az elsőt után a hivatal beépítette a rendelettervezetbe. A második körös tárgyalásunkon egy havária helyzet miatt volt egy módosító indítvány, egy olyan helyzet, amit igyekszünk megoldani, amit Horváth Ádám elnök úr is elmondott, ugyanazzal a kiegészítéssel a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Tehát ha jól olvastam, és erősítsenek meg a Városfejlesztési, illetve a pénzügyi bizottság módosító javaslata pontosan megegyezik egymással. Közösen tárgyalták, magam is jelen voltam, és pontosan egyezik a két bizottság módosító javaslata. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy szót adjak Pandorega kolléganőnek, a vezetőnek. Kíván-e kiegészítést tenni a leírtakhoz kapcsolódóan? Nem kívánok. Ami a szöveges előterjesztést érinti, módosítás, arra kapcsolatban a feljegyzés kiosztásra került. Jó, köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm munkájukat. Kérdéseknél tartunk. Kíván-e valaki kérdezni? Parancsoljanak. Kis Zsigmond képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Első kérdésem lenne, mert már bizottságülésen is feltettem az első körösben. Most szeretem eltelt azóta ugye közel majdnem két hét, hogy 13. oldalon szerepel a Városvezetés Gyógyfürdő Kft.-nek, hogy 10 millió forint még fennáll a likvid hitelnek a törlesztésével kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy a 10 millió forint visszafizetése került-e már az önkormányzat számlájára, mert ugye már most már február vége van.
Akkor szeretném azt megkérdezni, ha jól értem, itt a városfejlesztési, tehát a pénzbizottság és a városfejlesztési bizottság ugye tett egy módosító indítványt, hogy akkor erre nekünk most szavaznunk kell. Kell erről külön beszélnünk, de ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem is. Tehát ez nekem ez egy eléggé furcsa dolog, hogy tehát erről a 17,5 millió forintba kerülne a rendelőintézetnek a felújítása, ez egy közel 60 vagy 80 négyzetméteres ingatlan rész, hogy erről készült egy tételes költségvetés. Ugye a Városüzemeltető Kft.-nek van egy ilyen terc programja, amiből szerintem világosan kilátszik, hogy mennyibe kerül a mai időszakban, hogy ez egy nyomon követő program, hogy állandóan aktualizálódik, és akkor valóban lehet látni azt, hogy mire van szükség, milyen munkák elvégzésére van szükség, és magát ezt az árajánlatot felelősen kiírta alá, ki a felelős műszaki, van-e felelős műszaki vezetője, aki ezt az árajánlatot aláírta, mert én tudomásom szerint most jelenleg senki nincs a Városüzemeltetőnél, akinek ilyen jellegű végzettsége lenne. És az, hogy egyáltalán mi indokolta azt, hogy az utcora építéssel kapcsolatos elevett kormányrendelet döntött arról, hogy ezt nekünk elkülönítettek kell tartani, hogy erről az alapról vesszük el ezt a pénzt. Én nekem ez mindenképpen azt sugallja, hogy ezek szerint akkor az utcora építéséből itt hamarosan nem lesz itt előrelépés, hanem inkább ebből is csak visszafele lépünk. Tehát ez nekem eléggé kétséges. Szerintem szépen hogy... az első körös kérdésé képviselő. Hát ez az első körös kérdés, nem tudom, hogy erről államtitkár úr tud-e, hogy itt ilyen... Köszönjük szépen első körös kérdését, következő körben legyen kedves folytatni. Irodalat az, hogy megadom a szót, legyen kedves reagálni a felvetett képviselő feltett kérdéseire, bár nagy részt magam is tudom választ, de legyen kedves válaszolni. A Városüzemeltető Kft. A 10 millió forintot visszautalta a hét elején az önkormányzat számlájára, a Kossuth utca 26 számú rendelő felújításáról pedig a bizottság hozott állásfoglalást, két bizottság is. Köszönöm. És ha jól értelmeztem, kérdés irányult arra vonatkozó, hogy ezt a bizonyos költségvetést, amit a Városüzemeltető... Ezt akarom mondani. Na, tehát akkor kezdem még egyszer. Az a bizonyos költségvetés, ami ön által említett, természetesen mindenki tudja, hogy így történik ezek a szakanyagok előkészítése. Ez alapon történt meg, ahogy tetszett említeni. Városüzemeltető adott ilyen jellegű árajánlatot, illetve tudtam, a megkérés alatt van más ilyen tartalom is, tehát a költségvetésre, illetve a költségkalkulációra. Igazat úrnak adom meg azt, hogy Alek Istvánnak, hogy mi alapján készült ez a bizonyos költségkalkuláció a havária helyzet után, illetve ki az, aki ezt aláírta, ki jogosultá, illetve képviselő állítja, hogy itt nincs arra jogosult a szervezetben. Legyen kedves. Köszönöm a szót, polgármester úr. A rendelő felmérés a doktornőnek a kérésének megfelelően történt, de nem csak burkolásra, hanem áramra is, vízre is. Adtunk árajánlatot, ez egy becsült tételes költségvetés egyébként. A felelős műszakvezető aláírása pedig majd egyértelműen azután fog megtörténni, hogyha ezt a projektet a Városüzemeltető nyeri és kivitelezi. Ez egyelőre ez csak egy felmérés. Köszönöm. Jó. Kérdezem egy zöldet, hogy esetleg valamelyik része a kérdésre nem reagáltam. Vagy van-e, amit nem reagáltam, de azt hiszem, hogy választottunk. Második körben kívánne valaki kérdezni? Onnan képviselő folytatja, legyen kedves, parancsoljon. Igen, tehát még ennél a témánál maradék, ez eléggé kis furcsa anyag, amit elébe került. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy a Kossuth utca 26 szám alatti ingatlan kinek a kezelésében, vagy kinek a tulajdonában van. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy nem volna esetleg célszerűbb, hogyha ezt a orvosi rendelőt beköltöztetnénk az STK-ba, és ott adnánk helyet doktornőnek, hogy ne kelljen nekünk ezzel most 17 millió forintot, 17,5 millió forintot kifizetni. Nem tudom, hogy van-e szabad hely, csak én egy példaként hozzám, hogy ott a többi orvos egy 15-20 négyzetméteres helyen foglalnak, mostan fogadják az ügyfeleket, a betegeket. És azután érdeklődnék még, hogy akkor ezek szerint akkor várható-e, hogy másoktól is kapunk konkrét árajánlatokat ezzel a témával kapcsolatban, hogy,
hogy teljesen jól meg tudjuk vizsgálni azt, hogy mi az, ami ott indokolt vagy nem indokolt. Én megmondom őszintén, most reggel arra mentem, megnéztem ezt a rendelőt kívülről, hogy milyen állapotban van. Hát ez egy eléggé jó állapotban lévő épület. Kívülről is ugye a műanyag hőszigetelt nyilvánzárók helyezkednek el. De kíváncsian várom, hogy fogod 17,5 millió forintba kerül egyébként. Köszönjük szépen, másik is kérdést. Úgyhogy, köszönöm. Azt hiszem, értjük a kérdését. Nyéki Katalin Edvigről az azt, hogy kérem szólásra, felmérésre kapcsolatosan további tennivalókat kapcsolatosan, illetve az épület műszaki állapotára legyen kedve szólni, mert napokban én magam és más képviselőtársam is jártak a helyszínen, kívülről valójában jó állapotot mutat, a épület belülről viszont, ha a képviselőnek nem volt módja megtekinteni, akkor üdvözlet a szintkét. Kérem, hogy legyen kedves tájékoztatásod nagy vonalban, hogy milyen állapotok vannak ott, milyen szükségetek itt a esetleges felújítás parancsára. Köszönöm szépen a szót, tehát a tulajdonos az önkormányzat az ingatlannak, és ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, illetve helyszíni bejárások történtek, kollégáim is részt vettek ezen a bejáráson. Az áramval van probléma, tehát a villanyvezetékkel, az elég azonnali beavatkozást igénylő feladat többek között. Aztán a vízvezetékrendszerrel, ami egyébként ilyen festési és burkolási munkálatokat is magával fog vonni. De ahogy a bizottságülésen is elhangzott, hogyha erre majd lesz költségvetési lehetőség, akkor beszereztetés fog történni. Tehát a szabályzatainak megfelelően a munkálatokat azt meg kell szereztetni, tehát megfelelően ezt meg kell pályáztatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát annyi azért az eddigiekből is látszik, hogy indokolt a beavatkozás, mert nemrég csőtörés volt a vedélyhelyzet következetben, és annak bizony láthatóak a következményei, illetve ahogy említette, üdvözlet az, hogy magam is meggyőződtem róla, az elektromos hálózat az működőképessége határán van. Az, hogy melyik padlóburkolemet kell kicsinni, a melyiket nem, az meg lehet ezen meditálni, de úgy gondolom, hogy nem a mi feladatunk, tehát készült egy felmérés, illetve amennyiben ebben döntés hozunk, a további felmérések fognak történni, ahogy irodazat asszony elmondta. Balázs Sándor képviselő úr második körben kérdez, vagy véleményformán, nem tudom. Kérdezni szeretnék, köszönöm a szót. Én egy kicsit az adóhoz kanyarodnék vissza. Tekintettel arra, hogy az előző középtávú tervből megtudhattuk, hogy 2022-höz képest 2023 az 22 millió forintos emelkedés mutat, de ellenben tudhatjuk, hogy a 2021-hez képest az alapköltségvetésbe beállított tényhez jóval nagyobb növekedés van betervezve 2022-ben. Ezt már bizottsági ülésen érintettük, de most is szeretném megtudni, hogy mi az oka annak, hogy itt 2022-ben ilyen jelentős mértékben megnöveljük az iparűzési adót a költségvetésünkben, majd utána visszatérünk 2023-tól a vélhetően szokványos emelési magasságokhoz, amik évek óta megszoktunk itt Püspökladányban. Tehát mi az oka ennek a nagyfokú emelkedésnek, és mi az oka, hogy utána már nem fogunk ennyire pessimista módon gondolkozni. Köszönöm szépen képviselő kérdését. Dörövöd a kérdés, már korábban mondtogat volt összem, hogy sokak számára világos, de megismételjük a korábbi információkat. Kérem, irányodat az, hogy legyen kedves szakmai választ adni. Tehát a tavalyi évhez képest, az eredeti költségvetéshez képest tényleg nagyfokú a emelkedés. Ez abból adódik, hiszen tavaly év elején tudtuk nagyon jól, hogy az előző év, a 2020-as év pandémiás év volt, és konkrétan még nem tudtuk megmondani évelején, hogy milyen gazdasági kihatása volt arra az évre ennek a helyzetnek. Egyébként tavaly bontottan került beépítésre az iparűzési adó, egyrésztől azt, amit megfizetnek a cégek, vállalkozások, a másik része pedig az, amit az állam biztosított kompenzálást az önkormányzatok felé. Év végére ez kiderült, hogy összességében is több az adóbevétel, mint amire számítottunk. Tehát maga a gazdasági helyzet nem volt annyira vészes a pandémiát követően, mint ahogy mi gondoltuk volna. Egyébként a tavalyi évi
teljesítéshez igazodva került az idejévi összeg bekalkulálásra. Ez egy közel 5%-os növekedésre számol a tavalyi évi teljesítéshez képest, és mint tudjuk, az infláció is ott körüli. Úgyhogy ez az oka annak. Köszönöm. Köszönöm szépen, de úgy ítélem meg, hogy mérlegelve minden körülményt és meglevő látható ismeret mentén reális kalkuláció készült, ugye a előző napi rend kapcsán, illetve az itt beépített tétel vonatkozásában. Bízom benne, hogy ezek teljesítetők vagy esetleg túl teljesítetők lehetnek. Természetesen sok elsősorban külső körülmény fogja meghatározni, hogy milyen mértékű lesz ez. Balázs Sándor képviselő véleményhez parancsoljon. Második körös kérdés. Ja, visszatértünk a másik kör. Nem mondta a polgármester úr, hogy lezárja az első kört, csak azt mondta, hogy szólt a Kis Zsigmondnak a második körös kérdésére. Jó, mivel nem volt további kérdés az első körben, de akkor, akkor adok önnek újabb egy kérdéskör lehetőségét, parancsoljon. Nem, köszönöm szépen az ajándékot, polgármester. Szeretném, hogy a konstruktív tárgyalás folyna. Parancsoljon. Köszönöm szépen a jó lelki ajánlatát, polgármester úrnak. Én, ha mivel hogy most a pandémiás időszakot említettétek, hogy amiatt volt alacsony, akkor szeretném, hogyha megmondanátok, hogy például 2019-nek mennyi volt a tényadata a iparizési adóval kapcsolatban, vagy akár a helyi adóval összesítve. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy melyiket mondanátok meg. De én erre lennék most kíváncsi, tehát 2019-es tényadat. Ha jól nézem, 22. évi költségvetési rendeltervezetet vitatjuk meg, és remélem, hogy ez erről szól a történet, de a képviselőnek van egy visszatekintése, illetve szándék a 2019-re. Irodat asszony, tudunk-e most kapásból fejből elreagálni? Nem tudom fejből megmondani, hogy 19. évben mennyi volt az iparizés adó teljesítés. Talán nem is releváns a mostani helyzetben. Utána fogok járni. Jó. Fogunk tájékoztatni a képviselő erre önnek. Hát ha ön akkor kérdez, akkor miért kérdezi? Miért nem mondta meg, de köszönjük szépen a kérdését. Fogunk ebben választ adni önnek. Jó. Kívánja valaki véleményezni a rendeltervezetünket? Lász Nélkedős Ilona a véleményhez, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Egy nagyon alaposan összeállított költségvetés tervezet, tehát olvashatunk itt a testületi ülésen. Én személy szerint egyetlen egy dolgot szeretnék kiragadni a sok közül, amely sok pozitívumot tartalmaz. Nevezetesen a helyi közlekedésnél beállított összeget. Tudnélik, 2020. novemberében kezdeményezésre került az újteleti lakók részéről is és részünkről is a helyi buszjárat beindítása az Újtelepen, hiszen a helyi buszközlekedés nem volt megoldott a városban évekkel ezelőtt sem, sőt mondhatnám szinte évtizedekkel előtt sem. A iskolabusz járaton kívül más lehetőségük, főleg az idősebb generációnak nem volt, és köszönetemet szeretném kifejezni, hogy igénybe veszi a lakosság jó része a helyi buszközlekedést, amely érinti a vasútállomást, érinti a városközpontot, és ráadásul még a temetőbe is kiviszi az idős személyeket. Természetesen nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, és hogy a helyi buszközlekedés továbbra is meg fog jelenni a városban. Köszönetemet szeretném ezért kifejezni. Köszönöm szépen, képviselőasszony, pozitív tartalmú és támogató gondolatait. Igyekszünk a városlakók elvárásainak is lehetőségén kereten belül mindenben megfelelni. Korábbi kezdeményezés volt, én is úgy ítélem meg, hogy ez, ahogy figyelme kísérem a folyamatokat, hogy jól működik, igyekszünk. Ha netalán észrevétel van, javaslat van, jobbító szándék van, akkor tovább finomítani és még tovább javítani ezt a rendszert. Köszönöm észrevételét. Varga Zoltán bizottsági elnök úr véleményez, első körben parancsoljon. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. Ahogy polgármester úr is mondta, valóban több körben tárgyaltuk a rendeletet, és több alkalommal volt külön egyeztetés is ezzel kapcsolatban. Szeretném megköszönni a Városfejlesztési Irodának a
városgazdálkodási irodának, illetve a hivatal valamennyi munkatársának a munkáját. Valóban sok előkészítő munka van ebben, hogy ez a költségvetési rendeletünk így összeállt, illetve még szeretnék reagálni egy dologra, több kérdés elhangzott az orvosi rendelővel kapcsolatban. A bizottsági városfejlesztési bizottsági ülés megelőzően volt egy helyszíni bejárás a helyszínen, ahol megtekintettük a kialakult állapotokat. Első ránézésre nekünk sem tűnt olyannak a helyzet, mint amilyen a részletesebb megismerés után. Mi is azt gondoltuk, hogy ezt több ütemben talán kisebb léptékekkel meg lehet valósítani, de az egyik munka következik a másikból. Tehát ha belekezdünk az egyikbe, akkor abból következik a másik, és mivel itt rendelés folyik, amit szeretnénk minél kisebb időszakra megszakítani, illetve azt akadályoztatni. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt egy ütembe célszerű most megvalósítani. Ehhez a forrás valóban a főtanúszoda telekialakítása, közműkialakítására félretett vagy elkülönített tartalékból tettük át, de tettünk ilyet 2020-ban és a költségvetésben, amikor erről a sorról átcsoportosítottunk, és azt az év folyamán visszatettük. Én azt gondolom, hogy a tanúszoda kérdése továbbra is ugyanolyan prioritást élvez mind a részünkről, mind pedig a felettes szervek részéről, hogy azt fontosnak tartjuk, és azt gondolom, hogy nem ez a költség átcsoportosítás nem akadálya annak, hogy ott bármilyen munkálatok megkezdődjenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen bizottság elnök úr észrevételét, véleményét. Magam is úgy gondolom, hogy ez a bizonyos beavatkozás, havárja utáni beavatkozás szükséges. Ha ezt korábban láttuk volna, illetve ilyen szinten napirenden lett volna a témakat, talán más megoldást is választhattunk, én most ezt tudom támogatni. Azzal együtt, hogy ahogy említette képviselő úr, elnök úr, a tanúszoda telekiállítása kapcsán félretett keretösszeghez úgymond nyúlom most átmenetileg, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy visszapótoljuk, amikor rajtunk kívül álló szinteken hozott döntések kapcsán, tehát maga szinten történik a tanúszoda kapcsolatos építkezés elkezdése, amikor ez megtörténik, akkor természetesen igyekszünk visszapótolni, és látok is lehetőséget, hogy erre szükség esetén megtegyük a szükséges belső átcsoportosításokat. Ilyen tekintetben én nem látok ebben most olyan szinten problémát, ami megkerülezni a tanúszoda beruházás majdani megvalósítása. Bízunk benne, mi hamarabb erre sor kerül. Kis Zsimor képviselő úr első körben vélemény, ezt parancsoljon. Polgármester úr, én nem látom azért ennyire rózsásan a helyzetet, mint ahogyan. Itt az általános tartalék alapunkon összesen 6 millió forint van. A fejlesztési tartalék alapunkon 17.531.000 forint található. Én nem gondolnám, hogy most a legégetőbb probléma a rendelőintézetek a felújítása volna 17.5 millió forintért, amikor összesen a városnak a település jelentkező kisebb beruházásaira összesen egész évben 8 millió forintot különítünk el, a városban lévő járdák felújítására összesen 1 millió forintot, és más egyéb olyan jellegű félrakott pénzt nem látok, ami esetleg jobban előre vinne a dolgokat. Például nem tudom, mi lesz a déli sor Kinizs utca, Veselényi utcai közötti szakasznak a szilárdburkolattal történő ellátásáról. Én úgy emlékszem, hogy ott vállalások voltak, hogy az lesz az első feladat, hogy ott a szilárdburkolattal út lesz. Én szerintem az most jobban szolgálna a déli sor lakosainak az igényeit, hogyha ott végre megvalósulhatna az a útépítés. De sorolhatnánk itt tovább, hiszen itt a Konya felújítás tartalékánál 12 millió forintot adunk oda a gazdasági ellátószervezetnek, és a légtechnikai berendezéseknek a beszerelése az elmúlt két évben sem valósult meg, pedig 27 millió forintot azért vettünk el, hogy majd a szükség esetén visszaadjuk a gazdasági ellátószervezetnek. Azóta is, tehát szabálytalanul működnek a konyháink, tehát nem megfelelő üzemeltetés folyik, és úgy látom, hogy ez jövőben sem fog megvalósulni. De úgy látszik, hogy a legfontosabb most a rendelőintézet. Én nem vagyok ellene, nem is azért mondom, de szerintem van a fontosabb dolgok, amiket meg lehet valósítani, és nem beszélve arról, hogy ez az épület nem is olyan régen felújítva, tehát maga az egész épület. Ha visszaemlékeztek, amikor a kormányhivatal beköltözött a Kossuth 6-ba,
akkor előtte felújításra került teljesen a Kossuth utca 26 szám alatt ingatlan, és egy teljesen felújított épületbe költözött be, a városüzemeltető úgy foglalta el a helyet. Tehát én nem gondolnám, hogy most ott azt a kis részt, azt a 60, nem tudom hány négyzetméter, de 60 négyzetméternél, vagy 80 négyzetméternél nem nagyobb terület, de nem gondolnám, hogy ez a legégetőbb probléma most a várostál, hogy ezt kell felújítani. Lehetne erre szerintem más megoldást is találni, hiszen a múltkori problémát ugye megoldották, a csőtörést megjavították, tehát én nem látom, hogy ez ennyire lényeges volna. Sokkal több olyan égető feladat van, amit meg kéne valósítanunk. Vannak itt problémák, hogy halljuk, igaz, itt polgármester úr nem jelezte felénk, de azért az ember hamarabb megtud dolgokat a piacon, vagy az utcán, mint sajnos itt a testület ülésen, vagy pedig bent a hivatalnál. Tehát nem látom itt tornyan itt az igazgató asszonyt, akinek esetleg kérdéseket tudna az ember feltenni, de majd kibukik a szög a zsákból, gondolom hamarosan, ha most nem, akkor már a választás után. Én nem tudom támogatni magát ezt a költségvetést, nagyon nagy erőfeszítést tett bele a apparátus, és őket dicséret illeti azért, hogy ezeket a különleges igényeket valamilyen tudják kielégíteni. Köszönöm szépen, pozitív tartom a megnyilvánulási képviselő úr, másik körben lényegedes. Köszönöm szépen, hogy szavakba vágott. Ezt épp a dicséretet tartott, olyan ritka a dicséret, hogy örömmel szolgál, hogy ez maradhat meg az első körös hozzászólásából. Tudom, nem is várom, mert nem is feltétlenül, hogy engem megdicséren. Köszönöm szépen, de egyetértek, hogy rövezető és a munkatársai jegyző úr mindenki más dicséret érdemel a költségvetés összeállításáért. Köszönöm szépen, és legyen kedves felkészülni a másik körös folytatásra, gondolom, hogy fog élni velem, mint mindig. Horváth Ádám, bizottsági elnök úr véleménye, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Költségvetés kapcsán így a fejlesztésekről szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Soha nem jön jókor, hogyha valamelyik ingatlanunkat kár éri, káresemény éri. Most ugye erről volt szó, míg a költségvetés tervezésének az első szakaszában nem merült fel ez a káresemény, és tényleg annyira halaszthatatlan ezeknek a felújításoknak az elvégzése, hogy muszáj forrásokat oda átcsoportosítani. Ez ugye nagyon rossz, mert beszűkíti a saját pénzügyi lehetőségeinket is. Én nem győzök mentegetőzni a nálam érdeklődő lakosoknál, hogy milyen kevés pénzügyi lehetőségünk van arra, hogy mindenféle fejlesztéseket valósítsunk meg a városban. És amikor ilyen nem várt káreseményekkel szembesülünk, akkor ugye ezek tovább szűkítik a lehetőségeinket. Tehát igen, most rossz, hogy ide kell forrást átcsoportosítani, de ezt mindenképpen meg kell lépni. Van egyébként még ugye, mint ahogy Kizsigmond képviselő úr is említette, más tartalékok a költségvetésben, például a 8 millió forintos településhez kapcsolódó kisléptékű fejlesztési elkülönített pénzeszköz, vagy például a fejlesztési tartalék alap. Én azzal a javaslattal szeretnék fordulni polgármester úrhoz, hogy ezeknek a fejlesztési elkülönített pénzeknek a felhasználását, ha lehet, akkor legalább fél évig, de néhány hónapig úgy próbáljuk meg egy kicsit visszatartani, azért, hogyha még az év során nem várható körülmények, káresemények érnének bennünket, akkor tényleg maradjon megfelelő tartalékunk ezen a fejlesztéseknek az elvégzésére. Ennyit szeretném hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottságvezető úr. Javaslatát, majd azt mondom, intelmény, de ennek rossz kicsengés lenne, mert a pozitív tartalmat érzem a megszólalásában, mert ez is egy olyan szituáció, amire még néhány héttel ezelőtt nem számoltunk. Vannak ilyen helyzetek, de úgy érzem, hogy olyan nagy lépték ez a költségvetés, amely belül egy ilyen változtatást kell tudnunk kezelni. Egyébként meg ugye képviselő, ez úgy van, hogy ebben több ezer tétel a költségvetésben, nyilvánvalóan, hogyha olyan a piacon találkozódik, és nem a képviselői munkája során próbál álláspontot kialakítani, akkor nyilván több száz, több ezer véleményt kell mérlegelni, kinek ezer tétel nem fontos, ezredik fontos, mert az őt érinti, őt érdekli. A 4. Béró utcán látom, hogy van egy járdaszakasz, ami rossz, aki azonnal szinten jár, annak az a legfontosabb, nem fontos a új telepő problémája, a felügyelő probléma, az iskolák problémája, a vízzel kapcsolatos problémák és ezzel más dolog nem fontos. Azért nehéz költségvetést készíteni, de mintha ön is megtapasztalta volna annak idején, mikor már korábban is képviselő volt, hogy valahol ilyenkor egyfajta sorrendet kell felállítani, és soha nem lehet olyan költségvetést összeállítani, amely mindenki számára egyformán. Nekem is van egy sor olyan javaslatom, észrevételem, amit szeretnék első körbe helyezni, de most az adott helyzetben kénytelen vagyok kompromisszumot kötni és bizonyos más dolgokat előtérbe helyezni, egyetértve azzal, amit a bizottságvezető úr is mondott. Markonyi dr. Antott Berrel képviselő asszony szól, parancsoljon.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretnék akkor reagálni, mert mivel engem érintő kérdésben van szó. Ugye Kizsigmond képviselőtársam szóvá tette, hogy itt a rendelő felújításra került. Én azzal kezdeném, hogy ugye mindenki magából indul ki, nekem a legfontosabb a 4. Béla előtti járdaszakasz. Az én esetemben ez nem itt van. A BMS pályázatok során lehetőség lett volna az alapellátási intézményt felújítani 40 millió forintból. Azt úgy gondoltam, hogy nem tudtam, hogy ez ekkora probléma van már a rendelőben, és ezért vissza lehet keresni. Én az óvodákat támogattam, tehát a Nyitnikék óvoda felújítására mondtam, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk rá, és azt támogattam. Mivel a jelenlegi költségvetésben 5 millió forint volt kezdetben elkülönítve, ez azért van, mert ugye a tetőszerkezetem beázik, omlik rám a vakolat, és nem szerettem volna úgy járni, mint ugye mindig felhozzuk a vízműnek a telephelyét, ahol már leszakad a falazat. Én 10 éve leszek már most nyáron, hogy itt helyben dolgozok. Egy fillért nem kértem még az önkormányzattól, ha jól emlékszem, polgármester úr voltál akkor, akkor sem fordultam hozzátok, pedig gázkazáncsal értem, mint elfélét. És úgy gondolom, hogy a felújítás, amit emlegetett képviselőtársam, az külső felújítás történt, így van, hűszögetelés, vakolás, nyilázárokcsere, belülről a 60-as években épült falba beágyazott vezetékek vannak, ahol több helyen szakadáson van és nincsen villany. Most jött ez a csőtörés, ami miatt a félelésem vágott le, tehát olyan áramkáron van, amit nem tudok halasztani, és azért fordultam az önkormányzathoz, hogy olyan munkák vannak, amit már halaszthatatlanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony, információit a felvetődött probléma kapcsán. Balázs Sándor képviselő úr véleményhez parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én csak reagálni szeretnék arra, hogy nem vitatom el, hogy mekkora szükség van felújítani a rendelőt, vagy nem. Nem is láttam, tehát nem is lehet róla véleményem. Én elfogadom mindenkinek a véleményét ebbe az ügybe. De ha már ezekről beszélünk, akkor beszéljünk már az iskoláinkról. Igaz, hogy nem mi üzemeltetjük az iskolákat, de a tulajdonosai vagyunk. Hát ha valaki megteszi azt a fáradtságot képviselőként, hogy elfárad bármelyik iskolába és szétnéz a vizes blokknál, hát ott is vannak úgymond olyan hiányosságok, tehát nem tudom elképzelni, hogy testnevelés óra után hogyan fürdik a gyerek, ha szőnyegekkel van telepakolva, meg különböző más eszközökkel a fürdési lehetőség, és a miénk nem másé, a miénk. Nem mi vagyunk a fenntartók, de jeleztük a fenntartó felé, hogy a gyerekek nem tudnak több intézménybe fürödni. Senki nem jelezte, ez nem probléma. Én nekem igen, ugyanis ezek a gyerekek a jövő emberei lesznek, ezek a gyerekek fogják továbbvinni azt az alapot, amit mi leteszünk. Hát ha ilyen zegzugos alapot építünk, akkor nem tudom elképzelni, hogy ezek a gyerekek mivé fognak itt felnőni. Tehát nekünk kéne példát mutatni azzal, hogy igyekeznénk mindenre odafigyelni, és lehet ezen vitatkozni a költségvetésen is órákat. Aki közülünk tud jobbat csinálni, azt tegye le az asztalra. Ha valaki nem tud jobbat ettől, akkor pedig fogadjuk el ezt, és akkor az évek alatt, vagy az év alatt próbáljuk úgy irányítani a dolgokat, hogy mindenre figyeljünk oda. De másokra is figyeljünk, tehát ne csak a mi saját problémáink. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő korrekt véleményét. Tényleg sok mindent kell mérlegelni akkor, amikor egy ilyen tartalom összeállításra kerül, és nyilván, ahogy előbb említettem, bizonyos sorrendeket, prioritásokat kell felállítani. Mi most legjobb tudás szerint összeállítottuk, rengeteg munka van benne, és a tekintetben örülök képviselő megjegyzésének, hogyha nem tud jobbat, akkor el kell fogadni. Én most jelenleg nem tudok jobbat, de nem azt jelenti, hogy nem szeretnék többet. Iskoláikkal kapcsolatos problémákat jeleztük. Én jó néhány iskolában rendszeresen megjelenek, és látok elmozdulásokat a korábbi állapotok vonatkozásában, azt viszont nem menném állítani, sőt kifejezetten határozott kérdésem van, hogy tovább kellene fejleszteni a iskolai vizes blokkokat, és még sorolhatnám más iskolai pályákat például, határozott kezdeményezését tettünk, de engedtessék meg, hogy nem mi vagyunk a működtetők, tulajdonosok vagyunk, összes probléma nyakunkba szakad, mi gyerekeink járnak oda, de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezeket is nyakunkba vegyük olyan tekintetben, hogy felújításokat eszközöljünk. Itt valahol közösen kellene az üzemeltetőkkel ezeket a problémákat megoldani. Részben ezek folyamatában vannak megoldások, lásd középiskolában, az elmúlt években komoly vizesbok felújítások folynak. Ha véletlenül nem járt arra képviselőt, szívesen invitálom, ha lehetőségünk lesz bemenni az intézménybe, akkor valószínűleg megengedik. Vannak változások és jelentős változások az elmúlt évekhez képest,
Peti telepiskola mosdója vonatkozásában vannak jelentős változások, ha nem így van, akkor legyen kedves vannak, de van még bőven tennivalónk is. Higgyel, azon vagyunk, hogy ezeket a helyzeteket kezeljük, vagy próbáljuk együtt kezelni az iskolát üzemeltetőjével. Tehát ilyen tekintetben egyetértek a kezdeményezésével és javaslatával. Izsimon képviselő másik körben véleményhez parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Először szeretném megnyugtatni, hogy nem a piacról szoktam az információt. Most mondta, az előbb onnan gyűjtötte. Az, hogy ön arra nem hajlandó, hogy bennünket bármilyen egyeztetésre meghívjon, hanem itt elbagazinálja a dolgokat, az egy dolog. Megértem. Nem érdekel most jelen pillanatban, hogy a várost tájékoztassa minden lényeges dologról. Van itt most is olyan dolog, amit szerintem hamarosan robban, mint a bomba, de most úgy teszünk, mint a hülye gyerek, hogy a költségvetésünket nem próbáljuk abban az irányba terelni, hogy megfeleljen. Képviselő azt, hogy én úgy gondoltam, nem fog ez a témához hozzászólni, mert konkrétan személyesen érinti ez a rendelőintézet. Én a 4. Béla utcai járdát is hónapok óta, évek óta jelzem, és türelmesen várom, mikor lesz arra pénz, hogy azt a kis szakaszt megjavítsuk. Teszem ezt azért, mert a körzet képviselője nem hajlandó ezt elmondani itt a testületülésre, és nem hajlandó ennek érdekében tenni. De bocsánat, nem ön a körzetek a képviselője? Jól emlékszek? Mert még nem láttam még egyszer sem az utcában. Ennyit ez szól. Köszönöm szépen. Köszönjük. Képviselő második körös véleményét. Igyekszünk a javaslatét megfogadni, és a szerint eljárni, ha az arra érdemes. Varga Zoltán bizottság elnökkel véleményhez parancsolja. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. Csatlakoznék Balázs Sándor képviselőtársamhoz. Igen, igaza van, hogy könnyű kritikát megfogalmazni valamivel kapcsolatban, de hozzátenni bármit az nehezebb. Illetve reagálnék arra is az egyeztetésekre és az információk áramlására. Én sem voltam meghívva külön egyetlen megbeszélésre, de számtalanszor voltam benne az irodán egyeztetni irodavezető asszonnyal, illetve írásban is, szóban is kértem információkat, minden információt megkaptunk, amit kértünk, amit szükségesnek találtunk ahhoz, hogy javaslatot vagy véleményt formáljunk meg a egyeztetés időszakában, illetve elhangzott, hogy a tartalék alappal kapcsolatban, illetve a kisebb város felújítási feladatokra átcsoportosított, vagy előirányzott 8 millió forintra vonatkozóan. Én ezt tavaly is javasoltam ebben az évben is. Ebben az évben képviselőtársaim támogatták is, hogy belekerüljön az előirányzatba. Azt gondolom, hogy korábbi években nem volt így különböző előirányzatosítva. Ebből lehetőség nyílik, azt gondolom, az olyan kisebb munkák elvégzésére, amelyik a város különböző részein megjelenik. Ebből tudjuk orvosolni, van egy tartalék alap, amire lehet ezeknél a kisebb kivitelezéseknél számítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Észrevételét. Ha jól emlékszem, szeptemberben tettem kezdeményezést polgármesterként, ő ugyan városi szinten, de ilyen kisebb jellegű azonnal jelentés, hogy 1 millió forint értékű keretösszeg testületünk ezt el is fogadta, ismerő szerint még a felhasználás nem teljesen valósult meg. Várom képviselőtársaim, kis képviselőtársaim és mások javaslatait, hogy konkrétan mit, milyen mértékben, hol tegyük ezeket, részben megvalósul, részben nem valósul meg. Én szeretném, hogyha nem csak fogadom a kritikát természetesen, de mondjuk a javaslatokat is, hogy mit csináljunk, hogyan csináljuk, milyen mértékben csináljuk. Szeretem, hogyha segítő szándék és pozitív hozzáállással kapok kritikát, nem pedig mondjuk nem ilyen módon, de természetesen azt is elviselem, mert meg kell viselnem még az inkorrekt megnyilvánulásokat is, azokat is elviselem egyébként. Tehát kérem, hogy konkrét javaslatokkal, pozitív tartalmakkal és kezdeményezéseket tegyék a kezdeményezéseiket, mint ahogy többségében így is szoktak lenni. Köszönöm szépen. Borsos László, a polgármester úr véleményhez parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Maga a költségvetés előkészületeibe természetesen részt vettem, és minden egyes bizottsági ülésen ott voltam, amik ezt tárgyaltak. Nyilván az össze van bizottsági ülés első körben, illetve második körben is, ahol két bizottság összevontan tárgyalta, és megfogalmazta azokat a véleményeket, illetve javaslatokat, amik egyébként bekerültek az előterjesztésbe. Egy pár kiragadott szöveges részt szeretnék kommentálni. A szociális programunk tekintetében a belvíz elvezetési program és a bio és megújuló energiafelhasználási program tekintetében is
10 fő alkalmazására kerül majd sor. Én megmondom, hogy szintén 2021-ben azért egy kicsit hiányérzetem van ezen munkák hatékonyságával kapcsolatban, tehát ez feladat nekünk is, én úgy gondolom. A hivatalnak is, illetve a vezetésnek is, hogy erre azért 2022-ben lényegesen jobban oda kell figyelni, hisz tud ez a 10 fő java hatékonyabban is munkát végezni. A másik történet, vagy inkább kiragadott rész, többször utaltunk már arra, hogy az élet megy tovább, és azért 24-e van, 17-e, jól emlékszem, a előterjesztésnek a kiadása, és vannak változások már gyakorlatilag a top pályázatokkal kapcsolatban is. A tegnapi nap érkezett meg, hogy a Fazekas Mihály utca útburkolatának a kivitelezése gyakorlatilag március 8-ára elkészül, tehát a kivitelező jelezte is polgármester úr felé, hogy készítse el az átadás átvitelt, hívja össze a ide vonatkozó kollégánkat, hogy véleményezzék, hogy megfelelő szinten lett elvégezve ez a feladat. Tehát ez egy örömteli, én úgy gondolom, fejlemény az adott pályázattal kapcsolatban. Képviselő úr a déli sorral kapcsolatban megjegyzést tett, hát ha valaki, akkor én azért ott tartom a tekintetemet ezen a területen. Biztos emlékszik képviselő úr, még az előző testületnél is egyéni képviselői előterjesztést tettem, meg ennek a testületnek is kezdeményeztem gyakorlatilag az ott lévő állapotoknak a pozitív megváltozását. Erre nem került sor, mert nem kapott többséget. Természetesen a belterületi úthálózat pályázatba mindenképpen szeretném, hogy bekerüljön, és nagyon remélem, hogy ebbe képviselőtársaim majd támogatnak is. Az előző évek költségvetéseihez képest azért azt is el kell mondanom, hogy jóval aprólékosabb. Ezt nem pozitív és sem negatív megjegyzésként mondanám. Talán az én szemszögömből, ahogy én megítélem a költségvetést, ez nem túl szerencsés, tehát bekerült a költségvetésbe olyan 200-400 ezer forintos tétel is, ami egyébként képviselő interpellációban pont az előbb már tárgyaltuk, nem biztos, hogy itt lenne a hely, hisz akkor ezt a sort jelentősen lehetne növelni. Azt sem mondom, hogy baj, hogy itt van, mert legalább foglalkozunk vele természetesen. Egyébként ma a költségvetés rendelettervezet jól átbeszélésre került. Való igaz, amit képviselő úr is, Balázs képviselő is megfogalmazott, hogy talán mostanra ez a legjobb költségvetési tervezet, ami elkészülhetett. Évközben biztos, hogy változni fog. Változnak a támogatottságok esetleg, változnak a kiadások, mert az élet hozza az adott szituációkat. Köszönöm szépen, elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen a polgármester úr ellenző értékelését, és pozitív tartom a megnyilvánulásait. Nyilvánul értelmi kritika megfogadása mellett, mert ez viszi előre jobbá a dokumentum halmazunkat. Vadász Ferenc polgármester úr, kíván véleményezni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nem akarom ismételni azokat, amik már elhangzottak korábban a költségvetéssel kapcsolatban. Valóban ki lehetne emelni több olyan sort a kiadások és a vételek tekintetében, amelyik említése miatt, de mondom még egyszer, nem akarom ismételni az azért, amely elhangzottakat. Viszont szeretném megemlíteni azt, hogy a Karacsonyi Öreg Diákok Egyesületétől érkezett egy megkeresés önkormányzatunkhoz, azzal kapcsolatban, hogy Nyírkos Tibor tanár úr, akit sajnos elvesztettünk, akit elvesztettünk 2021-ben, az ő emlékére egy mellszobrot állítaná az Egyesület, és ehhez kért támogatást az önkormányzattól. Tudni kell, hogy tanár úr 28 éven keresztül volt igazgatója az intézménynek, és köztiszteletben álló személy volt, és megint csak a megbecsülés és a tiszteletre helyezni a hangsúlyt. És ezért kezdeményeztem azt, vagy szorgalmaztam, hogy ennek a mellszobornak az elkészítését támogassa az önkormányzat, és ezért került beállítása ez a 500 000 forintos tétel a költségvetésbe. Az orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan annyit szeretnék megemlíteni, hogy
Azért ez nem egy köztudott dolog, hogy ennek az orvosi rendelőnek a felújítása, korszerűsítése időközben történt, tehát előfordult, hogy beavatkozást igényelt a rendelőintézet állapota, és ez az, ami szerintem nem köztudott, a doktornő saját erőből végezte el. Míg a többi egyéb orvosi rendelőnek a felújítása információm szerint az önkormányzat saját forrásából történhetett meg. Összességében a költségvetés rendelet tervezetét elfogadásra javaslom, és erre buzdítok mindenkit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a polgármester úr gondolatait. Pandor Erika rendezőasszonynak adok szót. Igen, csak annyit szerettem volna, hogy időközben utána jártam, tehát 2019 évben 278.203.811 forint volt az iparűzési adóbevétel. Köszönöm. Remélem stimmel az a számodat, képviselő úr. Köszönöm szépen. Érőled az, hogy utána járt a 19-es egyik tény adatunknak. Ez az én megközelítésem szerint nem releváns a mostani döntésünk vonatkozásában, de nyilván fontos volt a pénzügybizottsági tag képviselőként, és mindig többé vonatkozásában igyekeztem a folyamatokat is elemezni. Ilyen szempontból lehet jelentősége ezen a régi számadatnak. Nagy vonalakban már vélemény formálódott, kiki több körben is vélemény formált, magam is azt mondom, hogy nagyon alapos, nagyon részletmenő előkészítési munka folyt. Többen megköszöntük mindenkinek, aki részt vett az előkészítő munkában. Jelen pillanatban legjobb szándékuk, legjobb ismeretünk és legjobb tudásunk szerint ezt tudtuk összeállítani. Természetesen vannak tennivaló feladatok, vannak olyan dolgok, amelyek most úgymond prioritás elején nem maradhatunk, vagy nem kerülhettek, de azon vagyunk, hogy lehetőségeink szerint a most esetleg háttérbe szoruló tennivalókat, fejlesztéseket is tudjuk kezelni. Meggyőzésem szerint ez egy alapos, jó kidolgozott rendelettervezet. Magam is azt javaslom, hogy legyenek kedvesek képviselőtársaim támogatni. Ez egy jó alapja lehet a adott gazdasági év költségvetési végrehajtásának. Időközben Balázs Sándor úr jelentkezett másik közös véleményezet feltételezésen, parancsolj! Polgármester úr, csak jelezném, akkor az idei, hogy is mondjam, költségvetésünkben a beállított iparűzési adó, akkor mutatom azt, hogy igen, nagyon optimista, mert 70 millió forintról beszélünk, és a következő években csak mondhatom, hogy visszatérünk a pessimizmusba, amikor már csak 30 lesz a növekmény, tehát ez csak mint tényt szerettem volna közölni, hogy mindenki tudja. Jó, köszönöm szépen. Egy ilyen nehéz év után ilyen hamar talpra állni, büszkeséggel tölt el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örülünk annak, hogy jól teljesített a gazdaság, és ennek következménye, hogy ezek a számok így alakultak. Bízunk benne, hogy további és hasonló pozitív fejlemények fognak történni. Nem látok további kezdeményezést véleményezésre, és ahogy a meghívóban is jeleztük, illetve SMS-ünkben benne foglaltatik, közmeghallgatásra is sor került. Most van egy ideje, erősíts meg ebben. Tisztelt jelenlévet kérem, kívánnak a közmeghallgatás keretében 3 perces időkeretben véleményt formálni. Az úr jelentkezik szólása. Tisztelt képviselő testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr. Alapvetően más témával készült, de nem tudok elmenni szó nélkül Vadász Ferenc alpolgármester úr az első napi rendi pontnál alakított, ahogy is mondjam, expozéja mellett. Hát ilyet még nem nagyon tapasztaltam. 2019. október 13-a óta vagyok megyei önkormányzati képviselő több mint 10 000 embernek a bizalmából, és kapaszkodjon, mert eddig majdnem az összes önkormányzat akármilyen szakmai megbeszélést tartott, és meghívót kaptam, szívesen látott, szívesen fogadott, és kifejezetten megalázónak tartom, hogy polgármester úrt ezzel fogja fárasztani, a hivatalt ezzel terheli, hogy most vizsgálatot, illetve számonkérést követel azzal kapcsolatban, hogy milyen alapon jelentem meg ott. Azzal kellene foglalkozni, hogy 2020. február 14-én a megyei önkormányzatnál, a megyei önkormányzat arról döntött, hogy Hajdú-Bihar megyében átfogó bölcsödefejlesztés történjen meg.
Ebben a fejlesztési programban miért nem jelent meg Püspök Ladány? Miért nem kereste meg ön a elvtársait, ha úgy tetszik? Bocsánat, maradjunk már a költségvetéssel kapcsolatos metodikával, illetve szóhasználatban, és ha lehet, akkor előbb is kértem, elnézést, közbeszóltam, de most is kérem, hogy próbáljunk a napirendre maradni, és ha javaslatai vannak, akkor természetesen tisztelettel fogadjuk. Rendben, köszönöm. Ön tiszteletről beszélt például, hogy tiszteljük meg a hivatali dolgozókat, én is erre kérem, illetve erre kérem, amint a kormányzat, kormánypárti képviselőként is önt, hogy hát 2008 óta a köztisztviselő életmény alap nem változott. 38.650 forint. Mégis milyen tiszteletről beszélünk ebben az esetben? Erre is fel szerettem volna hívni a figyelmet. Természetesen megsüvegelendő az, hogy a legtöbb önkormányzat ettől a tényleg megalázóan alacsony életmény alaptól eltér, és igyekszik megbecsülni a dolgozóit. Így teszünk például a megyei önkormányzat esetében is. Én arra kérem önöket, mint püspökladányi képviselőket, városi képviselőket, hogy dolgozzunk közösen annak érdekében, hogy a bölcsődei férőhelyeket bővítsük. Erre van lehetőség. Bármikor, amikor önök egyeztetést kezdeményeznek majd a fejlesztési ügynökséggel, megyei önkormányzattal, bármilyen színezetű lesz a kormányzat, hívják fel erre a figyelmet, hogy ezen a kapacitás hiányos állapotokon változtatni kell. Erről volt szó egyébként nem kis mértékben a február 8-ai gyermekvédelmi tanácskozáson is. Ez az egyik legfontosabb közös feladatunk, és köszönöm a szót. Köszönjük szépen hozzászólását. Bölcsődefejlesztés figyel, tisztelt képviselő, hogy napirenden van. Amikor hivatalba lépett a mostani önkormányzatunk, akkor olyan helyzetet találta szemben magát, amelyiket elég nehezen tudunk kezelni. Előző ciklusban elődeink pályáztak bölcsődefejlesztése, és már az első, illetve éppen akkori több volt már, jól emlékszem vissza, de részletre nem emlékszem, a előző testület alatti ténykedésük eredményéről, de lényegesen magasabb árajánlatot kaptunk, mint ami az előző pályázat kezelhette volna. Ezért a minden nehézség, pandémia helyzet és sok minden más közepette az egész projektet újra nullára kellett újraindítani, újra kellett elvesztetni, rengeteg nehézség közepette. Ez az újratervezési folyamat végére ért, és igyekszünk az utolsó pillanatban ezt a fejlesztést megvalósítani. Higgyel rajta, tartjuk a figyelmünket. Magam nem hittem volna, hogy ennyi nehézséggel és ennyi akadálya kell megküzdeni annak érdekében, hogy egy hajdanában megkezdett, és nem tudom, hogy miért, annak idején miért végig nem vitt projektet be tudjunk fejezni. Abban a helyzetben, amikor az elmúlt években a Püspökladányban minden erőfeszítést megtettünk, és a Magyar Kamera is minden erőfeszítést megtett nagyobb léptekben annak arra vonatkozóan, hogy a születésszámok nőjenek, családtámogatások jelentősen alakultak, ennek eredménye, hogy a tavaly évtében is több mint 160 gyermek született Püspökladányban. Pontosan látjuk, korábbihoz képest ez lényeges pozitív helyzet, és pontosan látjuk, hogy a bölcsődei helyekre már most a következő években milyen mértékben szükség lesz. Viszont volt egy úgymond örökségünk, amit próbáltunk kezelni, mert testületünk olyan állásfoglalat, hogy minden maradvány, tulajdonképpen majdnem minden ránk maradt az előző ciklus eltezett fejlesztéseiből, vagy mindegyikben maradt feladat. De az ömét most kell megvalósítanunk, ez az, amelyik tulajdonképpen az Achilles sarka az előző ciklus maradványainak. Innestől kezdve köszönjük szépen a javaslatát, illetve felvetését, dolgozunk rajta, és bízom benne, hogy eredményesen be tudjuk ezt a korábban megkezdett, vagy megfeneklett projektet befejezni. Az új projektet meg azért nem pályáztunk, mert volt egy folyamatban lévő régi, és a testületük úgy határozott, ezeket igyekszik befejezni. Innestől kezdve kettőt nem párhuzamosan nem tudtunk futtatni, úgyhogy köszönöm a felvetését. Tudtunk az újról is, de azon az állásponton voltunk, hogy ezt kell befejeznünk, ami annak idején megrekedt. Közmeghallgatás keretében kíván-e? Nem látok további közmeghallgatási szándékot. Balázs képviselő úr valamire jelentkezett. Két véleményem már volt, lényeges mondani, mi a közmeghallgatás meg szeretnék nyilvánulni. Van rá lehetőség? Mivel tudomásom szerint a képviselő hozzászólhat bármikor. Én csak kérdezem, hogy jogilag hogy állunk? Én szerintem pedig nem, mert a közmeghallgatás arra szabály vonatkozik, hogy a képviselő testületi ülésén megjelent állampolgár, választópolgár érhet a közmeghallgatás jogával a képviselőtestületi tagnak, ez adott a szervezeti és működési szabályzat alapján. Tehát ilyen szempontból a képviselő az nem
olyan minőségében van jelent állampolgárként, hogy éljen a közmeghallgatás jogával. Megszólalhat, ASMS szerint kétszer kérdezhet és kétszer vélemény. Meg is történt. Képviselő, ez a SMS-nek a kiforgatása ilyen szempontból. Az SMS azt mondja ki, hogy a testület ülésen megjelent választópolgárnak, állampolgárnak a polgármester megadhatja a szót. Nem képviselőtlen, mint a közmeghallgatás keretében. Pontosan így az SMS-ünk 44. paragrafusát jegyző úr. Elfogadom az érvelését, mert tényleg egy helyzet, ilyen nem még az én csekély képviselői gyakorlatomban 18 szóval nem körülső, hogy képviselők köznek hatás keretébe kíván szólni, mikor minden lehetőséget megadtunk kérdésre, véleményezés és valamennyi napirendnél, természetesen ez később érből is elfoglalni, képviselő úr. No, közmeghallgatásra további kezdeményezést nem látok, akkor elhangzottak a észrevételek, vélemények sok körben, mindenki elmondhatja álláspontját, szavazási helyzet van. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki a költségvetési rendelet tervezetünk... Módosítunk. Ja, bocsánat, rendelőkhöz kapcsolódóan a két bizottság városfejlesztési és pénzügyi bizottság módosíti javaslatát, ami szövegszerűen és betű szerint ugyanaz, abban foglalt tartalmat tudja támogatni, akkor egyenes most foglaljon állást a tekintetben. Horváth Ádám képviselő ügyrendi észrevételt tett. Bocsánat, ezt szerettem volna csak megkérdezni, most a testület előtt a módosító javaslatomat meg kell ismételni. Ennyi lett volna. Bocsánat, elmondta az előbb, és tisztáztuk, hogy a két bizottságnak betű szerint azonos volt a kezdeményezése, közös bizottsági ülés volt. Az javaslat, hogy külön szavaztassam, bocsánat, nem értem. Csak ügyrendi jelentünk kérdés. Jó, de akkor visszamondom ügyrendi. Jó, akkor visszatérünk a szavazás helyzethez. Aki a Városfejlesztési, illetve a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát véleményezni kívánja, legyen kedves, most tegye meg. A módosító javaslat kapcsán 9 igen, 2 nem vélemény formálódott, majd a testület többség támogatta a módosítvány tartalmának átvezetését a rendelettervezetünkbe. Ha jól figyeltem, akkor a elhangzott kérdések, vélemények, hozzászólások során további módosítvány nem merült fel, étől erősítem, légy szíves, nem volt, akkor szavazás helyzetben anyag ismét a 2022. évi költségvetési rendeletünk szavazására kerül sor. Kérem, most véleményezze a képviselőtársaink közül mindenki a megfelelő gomb lenyomásával. Szavazásunk eredménye 9 igen és 2 nem, tartózkodás nélkül képviselőtestületünk támogatta a költségvetési rendeletünket, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat... Én nem volt írva, szóval nem tudom. Két tartozás. Bocsánat, én mondtam rosszul, elnézést kérek. Hát velem előfordul. Mindig ott van a baj, képviselő úr szerint. Bocsánat, kérek vissza, én... Előbb nemet láttam, most meg valószínűleg hamarabb néztem oda, és utána nem korrigáltam. Tehát megismétlem a szavazás eredményét, 9 igen és 2 tartózkodás, pedig egyre nemet írtam. 2 tartózkodással képviselőtestületünk elfogadta a rendeletünket, rendelete emelte a tartalmakat, amelyről engedjenek meg néhány számadatot mondjak. A rendeletünk első paragrafusában található, hogy 5.642.470.238 forint költségvetési bevétellel, 2.936.096.127 forint finanszírozási bevétellel, összesen 8.578.566.365 forint összes bevétellel, és különböző tételekben hasonló összegű, tehát 8.578.566.365 forint összes kiadással állapítja meg éves költségvetésünk fő összegeit. A további részletek a rendelettervezetünk következő fejezetében, paragrafusaiban részletesen
nyomon követhető, megismerhető. Köszönöm szépen képviselőtársaim munkáját, a költségvetés elégkészítésében részvevő valamennyi munkáját. Bízom benne, hogy ez a fontos döntésünk megfelelő keretet szolgáltat a éves munkánkhoz, éves működésünkhez. Köszönöm szépen. Ezzel a napirend tárgyalását lezártak tekintem. És javaslom, hogy folytassuk tovább a munkánkat. Negyedik főnapi rendi pontunk. Előterjesztés a Püspökváros önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. A közbeszerzési terv elfogadása az napirenden volt a Városfejlesztési Közösségi Gazdasági Bizottság ülésén. Horváth Ádám elnök urat kérem, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Köszönöm a szót, polgármester úr, a bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. A bizottság támogatta, engedjék meg, hogy részletekbe ne menjek, eléggé konkrét és exakt szakmai tartalmú előterjesztés, illetve gondolatsor. Kíván-e valaki kérdezni a leírtakhoz kapcsolódóan? Pénzügyi tárgyalta? Bocsánat, ezek szerint megint a polgármester van a gond, képviselő úr. Örülök, hogy újabb problémát fedezett föl, nem fedezte más. Mindig igyekszem a mások pozitív tartalmú kritikáját elfogadni, és igyekszem megfelelni azoknak. Pénzügyi ügyeleti bizottság is tárgyalta, bocsánat. Köszönöm szépen, szó polgármester úr, bizottságunk is megtárgyalta és elfogadásra javasolja, ahogy láthatjuk, benne is szerepel a bölcsőde pályázatnak a kiírása. Köszönöm szépen, a bizottság elfogadásra javasolta. Természetesen benne van. Próbáltam alaposan áttekinti a bizottság javaslatokat, de ezek szerint ezzel átsiklottam. Ezek szerint a polgármester is hibázik időnként. Szerencsére nem gyakran ezek szerint. Kívánom valaki véleményezni közbeszerzési tervünket. Nem látok ilyen kezdeményezés, szavazás helyzetben van. A kapcsolatot határozati javaslat tartalmáról szavazunk, kiki a megfelelő gomb lenyomásával legyen kedves véleményt formálni. Tizenegy igen, nem is tartózkodás nélkül egy hangulat támad a képviselőtestületünk a 2022. évi közbeszerzési tervünkről szóló előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot. Nem látok kezdeményezést, tovább megyünk, 5A napirendi pontunk. Püspökváros és sporttere fejlesztését célzó pályázatot szükséges tulajdonosi hozzájáruláshoz szóló előterjesztés. Ebben arról van szó, hogy az elmúlt évtizedekben különböző léptékekben és forrásokból több ütemben történt Püspökváros sporttere fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan kezdeményezést kaptunk a Püspökváros Labdarúgó Egyesülettől, amely pályázati úton szeretné korszerűsíteni az öltözőépületet, valamint a korábbiakban megrongált lelátó melletti vizelblokk felújítását, és ehhez tulajdonosi hozzájárulást a képviselőtestületünk adhat. Pénzügyi ügyeleti bizottságunk tárgyalta az előterjesztést. Jó figyeltem. Varga Zoltán elnök úr legyen kedves ismertetni a bizottság állásfoglalását. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, bár az egyesületnek a képviselője a meghívásunk ellenére nem jelent meg a bizottsági ülésen, de az információkat össze tudtuk gyűjteni, és ez alapján a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Igen, tehát azt javasolja, hogy adjunk hozzá tulajdonosi hozzájárulást a pályázat benyújtásához. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdezni?
Nem látok ilyen kezdeményezést. Kíván-e valaki véleményt formálni a leírtakhoz kapcsolódóan? Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazási helyzetben vagyunk. Bizottság támogatta. Aki véleményt kíván formálni, a megfelelő gomb lenyomására most legyen kedves megtenni. Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangú támogatta a képviselőtestületünk a tulajdonos hozzájárulás ezek alapján kiadásra kerül. 5B előterjesztésünk feladat ellátási szerződés módosításáról, mint köztudott évek óta következetesen próbáljuk a gyermekorvosi házi gyermekorvosi feladatellátás feltételrendszerét javítani, illetve praxisok mentén történő feladatellátást biztosítani, és ehhez kapcsolódóan a korábbi döntéseinkhez illesztve egy kisebb módosítás került előterjesztésre, aminek lényeg a rendelési időket kell összehangolni a három háziorvosi körzet vonatkozásában. A rendelési órák száma és a rendelkezésre állás óráinak száma nem változik, tehát egy úgymond a összehangolás vonatkozásában szükséges, hogy döntést hozzunk. A Szociális Egészségügyi Bizottság tárgyalta a kezdeményezést, és rászényegedés volt a képviselőasszony, kérdezem, ott volt a bizottság ülésen, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Köszönöm a szót, polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és el is fogadjam. Köszönöm szépen, tehát a Szociális Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Kívánok, aki kérdez. Kíván valaki véleményt formálni? Nem, szavazás helyzetben vagyunk. A határozati javaslatban foglaltakat teszem szavazásra. Most legyenek kedvesek állást foglalni ez ügyben. Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangú támogatást kapott a jelzett módosítást, és szépen ezt szerint fogunk eljárni. Soron következik 5C előterjesztésünk. Előterjesztés Püspökladány város önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról, amely annak kapcsán került napirendre, hogy és várható, hogy más korábbi szabályzataink is hasonlókból napirendre kerülnek. Időközben az élet és a felsőbb szintű szabályozások változnak, és ez maga után mondja, hogy a helyi szabályozást is ezeket a változásokat lekövesse. A indokoltság konkrétan leírásra került a előterjesztés szöveges magyarázatában, úgy az uniós, mint a nemzetközi értékhatárok vonatkozásában. Úgyhogy a csatolt többszörű szabályzatot, amely igen vaskos és közel 30 oldalas kiegészítő mellékletekkel együtt csatoltuk. Kíván-e? Bocsánat, Városfejlesztési Közösségi Mezőségi Bizottság tárgyalta, áttekintette, véleményezte, kérem. Kormány tárgyalási bizottságvezető urat ismertesse a bizottság véleményét. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Pénzügyi bizottság is tárgyalta az előterjesztés és hozzá kapcsolódó szabályzatot, legyen kedves ismertető valgazolt elnök úr a bizottság állásra. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, bizottságunk is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm, két bizottság, szakbizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kíván valaki kérdezni? Nem látok ilyen kezdeményezést. Kívánja valaki véleményezni a tervezetet? Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazás helyzetben vagyunk. Ki a megfelelő gomb lenyomásával formáljon véleményt. Megláttam a szavazás eredményét. 9 igen és 2 tartózkodás mellett képviselőtestületünk többsége támogatta a
közbeszerzési szabályzatunk csatolt mellékek szerinti módosítását. Továbbiakban ezek szerint fogunk eljárni. Köszönöm szépen, köszönöm a előkészítést, elég bonyolult szakmai munka, de nyilván ez szakaparátusunk ennek is, mint minden másnak megfelelő színvonalon megfelelt. Soron következik 5D napirendi pontunk. Előterjesztés a Szajol Püspöltörnyi vasútvonal felújításhoz kapcsolódó önálló beruházásban történt fejlesztés víziközmélem átadás átvételéről. Előzményekről annyit, hogy megtörtént korábban a 100-as számú vasúti fővonal Szajol Püspöltörnyi közötti szakaszának átépítése. Ez közműfejlesztés is maga után mond, és ennek kapcsán hálózati szakasz tulajdonosa a MÁV ZRT jelezte, hogy ezt át kívánja adni Püspöltörnyi város önkormányzatának. Ezen fejlesztési műszaki tartalmakat mindegy 13.238.180 értékben, mint nettó érték, ezen tárgyi vízérték szakasz értéke, és az előterjesztés arra irányul, hogy ezt átvesszük. Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérdezem Vargazolt elnök urat, kérem ismertesse. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Kívánok aki kérdezni? Nem látok. Véleményezni kívánja valaki? Nem látok kezdeményezést, szavazási helyzetben vagyunk. Megfelelő gomb lenyomásával foglaljuk állást a kérdéskörben. Szavazás eredménye 11 igen, nem és tartózkodás nélkül, tehát egyhangulag támogatta a tisztelképviselőtársak testületünk a víziközművek átvételéről szóló megállapodás tervezetet. Ezt szerint fogunk eljárni, és átvesszük könyveinkbe ezen tartalmakat. Köszönöm szépen. Soron következik 5E napirendi pontunk. Előterjesztés a 2022-23 nevelési év óvodai beiratkozási időpontjának meghatározásáról. Ez köztudott, hogy testületi hatásköre kimondani. Erre a javaslat szerint óvodáink vonatkozásában április 20-án, 24-én és 22-én kerülne sor, amennyiben testületünk ezt elfogadja, és ezzel kapcsolatos időbeni tájékoztatást az érintettek felé megtesszük a döntés meghozatala után. Köznevelési Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta az előterjesztést. Ferenc Gyöngy bizottságvezető urat kérdezem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztés bizottságunk megtárgyalta, és a határozati javaslatban foglaltakat támogattuk. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, kívánok-e kérdezni az előterjesztés kapcsán? Kívánják-e véleményezni? Nem látok ilyen kezdeményezést, szavazás helyzetben vagyunk, kiki megfelelő gomb lenyomásával legyen kedves szavazni. Szavazásunk eredménye 11 igen, nem is tartozás nélkül egyhangú álláspontunk szerint. A döntésünk szerint 2020. április 20-án, 21-én és 22-én kerül sor a óvodai beiratkozásra. Ezzel kapcsolatosan minden előzetes tájékoztatást meg fogunk tenni, ahogy az előbb már említettem. És akkor kezdeményezés van. Mielőtt folytatnánk, 5 perc szünetet rendelek el.